nem tudsz beilleszkedni? Több lájkot szeretnél? Szar, de menő képeidre. Netán, te vagy az, aki a Léci lájk a képre! Üzeneteivel zaklat másokat. Itt a megoldás! Like hack! Próbáld ki te is? Nálam működött. Szerintem az egész videó hatalmas vitát fog kiváltani, de nem érdekel. Hogyha már én is tudok lájkokat szerezni, akkor miért ne osszam meg ezt a nézőimmel is? Bizonyára nagyon sokan vagytok ezek után is olyanok, akik kételkednek ebben az egész Facebook like hack dologban. Ez kamu! Ez csak ilyen kitalált dolog, nem is létezik! Bizonyára nem tudjátok, hogy nekem van egy olyan képen Facebookon, amin több mint 3000 like van. Volt egy olyan időszak, amikor mindig Facebook like-ek kezdtem, és ezzel akartam kitűnni a tömegből, de ez nem ment. Aki szeretne Facebook like-okat szerezni, az maradjon velem, hajrá! Mielőtt elkezdenénk, nagyon szépen köszönöm András Szanykovicsnak, hogy ideadta nekem a Facebookját, ugyanis az én Facebookomon már minden engedélyezve van, ezért gondoltam, hogy egy új Facebookon mutatom be. Belépünk a Facebookba. Itt eznél a kis fülnél le majd a beállítások. Itt rámegyünk arra, hogy adatvédelem. Itt a bejegyzéseknél, ismerősnek jelöléseknél, elérhetőségeknél mindent nyilvánosra állítunk. Kijelölhet téged ismerősnek mindenki. Kiket ismerne alá? Mindenki. Mindenki, mindenki. Itt mindent nyilvánosra és mindent engedélyezni kell, maximumon, hogy mindenki elérjen minket. Következő lépésként a Google-ba beírjuk a következőket. Google-ba, hogy hubla.me. Hubla.me. Keresés. Itt rögtön rámegyünk a Hubla Auto Liker Facebook. Na szóval, itt a kék ablakban Click here to allow permissions. Látjátok? Arra rákattintunk. Itt ugyanis el kellene valamit fogadni, hogy HTC van szenze. Ha valakinek, na, nekem nem írta ki, de hogyha valakinek kiírná, azt el kell fogadni, és egy olyan linket kell kimásolni, ami itt lesz felül. Még egyszer megmutatom. Megvárjuk ismét az 5 másodperces időlimitet, skip this ad, és akkor felülre egy gyorsan cötörölötsz. Azt az egész linket ott felül kimásoljuk, addig még be nem basztasztott a piros-kék cuccot itt. Még egyszer megmutatom. Ez a lényeg. Az 5 másodperces időlimit után gyorsan kimásoljuk ezt a fentit. A kezünk legyen a cötörölötszön. Majd belépünk ide, bemásoljuk ezt a linket, és belépünk a oldalra. Beírjuk ezt a kódot, ami látható ott a kis ablakban. Mindenkinek azt a kódot kell beírni, amit ott fog látni. Ez logikus, remélem. Beléptünk. Welcome to Hubla Liker. User ID, itt van minden hülyeség. Na, és itt megint ismét egy kék ablakban. Auto Liker. Auto Commenter. Auto Follower. Szóval, nekünk az auto like-el kell, de hogyha valaki szeretne magának automatikus kommenteket araboktól, vagy automatikus követéseket araboktól, vagy oldalakra like-ot araboktól, akkor, vagy Instagramra, akármi itt vannak, én csak az auto like-et szoktam használni. Régebben, most már nem használom, mert felesleges. Itt ismét megvárjuk az 5 másodperces idő limitet, majd skip this ad. Majd ismét megvárjuk az 5 másodperces idő limitet, majd újra skip this ad. Na szóval. Nem tudom, András, hogy mit írtál ide ki. Szombati motorozás, erre rányomok neked 350 lájkot mindjárt. Megkeressük a Szombati Motorozás című. Ahogy látni, 23, 24, 26 like van neki rajta. Rányomunk 350-et. Látjátok? Ott alul. Ha 47, 50. Látjátok? És mennek fel a lájkok.
77, 80, már 90, már több, mint úristen. És még ez fog menni, gyerekek, még várjatok, látjátok, most van 97-nél. Szóval, ennyi. Ennyi lett volna ez az oldal. Szerintem ez az egész videó hatalmas vitát fog kiváltani, de nem érdekel. Hogyha már én is tudok lájkokat szerezni, akkor miért ne osszam meg ezt a nézőimmel is? Legalább az az 4-4800 ember tudjon lájkokat szerezni, ha már feliratkoztak rám, akkor már legyen valami értelme is. Azért van ez az oldal, hogyha például neked nem elég az a 25 lájk, ami van a képedem, itt van az oldal, menjél fel, minimum 351 lájkkal, próbáljátok ki, bemutattam, de azért ne vigyétek túlzásba, ne vigyétek túlzásba. Ha valamit elfelejtettem volna mondani, akkor azt már nem mondom el. A lényeget elmondtam, még most gondolkozok, hogy nincsen valami információm nektek. Na csak nincs. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, tartsátok meg továbbra is szokásaitokat, nézzetek továbbra is Paxel videókat, és nyomjatok magatoknak rá millió lájkokat. Na, puszi nektek, kincseim, sziasztok!